Hát szép jó napot kívánok mindenkinek! Gyorsan kipróbáljuk ezzel az új, hát ezzel a mikrofonnal. Ennek sincs effektíve jó hangja, én azt néztem, de megpróbálkozunk ezzel. Illetve, amit játszani fogunk, az valaha volt tavaly nyár végén, ez a Hydroneer cucc. Csak aztán úgy elmaradt. Szia, szia, köszi, hogy itt vagy. Úgyhogy most ezzel fogunk tekerni, ezzel a mobil setup-val, ahogyan azt szoktuk is. Ez a játék elméletileg nagyon-nagyon sokat fejlődött. Na, meglátjuk, majd először mondjuk rá kell jöjjek, hogy mivel mit csinálok, az még sokat segítene. Valami olyasmit csináltunk itt, hogy ó, te jó Isten. Aha. Ja, hát tök jó lett volna emlékezni rá, hogy mi a feladat. De még működnek a dolgok, ahogy elnézem. Ja, jó van, akkor nincs olyan nagyon para. Ez ide hogy az ördögbe került? Ja, mert ez égkő. Ja, mert ez kopra van állítva? Aha. Nem is értem, miért minden szarrá van menve. És itt elkezdtem én annól építeni valamit, amit akkor még tudtam, hogy mi lesz. Hát ez itt nem tudom, hogy lacsolja a földet per pillanat. És itt nekünk van valami projektünk. A föld alatt. Aha. Aha. Ezt például még föl tudom venni, tehát ez nincs bekötve. Itt az lett volna a lényeg. Várja, ez megörli. Aha, igen, már látom. Ez meg az első állomás. Jó, elméletileg tudom, hogy mit csináltam. az is valami. Mert hogy? Kéne a csákány. Mert ez az első is. Ugye ugyanazt a technikát akartam én megvalósítani, amit itt is csináltam. Csak ugye valamivel nagyobba. Vannak itt dolgok. Aha. Jó. Menjünk ezt, basszunk oda. Mi ez a sok szari? Nem kúrjá! Hát te ki az ördög vagy? Háló! Mióta van ilyen a játékban? Hát felsírsz, ilyen eddig nem volt. Kurva régen játszottunk már vele. Mondjuk egy kicsit valamelyest azért ez jó. Szia, Ghost! Közben most nézem, hogy itt le te is. Aha, vannak rajtunk kívül NPC-k. Fura a hangra szoba akusztikai, vagy a laptop mikrofonja ilyen. Ez ilyen szar. Pedig direkt elhoztam izét. Ezt a nyomorult nagy fülest, hogy majd ezzel jobb lesz. De nem igazán, nem sokkal jobb. Mizu, hát itt Pozsonyban, igazából nem tudom. Egész nap a föld alatt vagyok. Ha nem magam alatt, föld alatt. Viccen kívül tényleg, amúgy a minusz emberiken vagyok. Kicsit szétbasszok itt a rendszert, mert ott is van valami fönt kihagyva, azt innen látni, de föntről nem. Ezeket frankon bele lehet akadni építkezésnél, arra emlékszem. Ott. Most már nem. Na, igazából ami minket leginkább zavar, az ez a rész. Nem is most így éppenséggel úgy érzem, hogy ez rossz helyen van. A zenéje az nagyon chilles, azért választottam ezt, mert ebben nincs semmi kapkodás. És az okni agyammal is menni fog. Meg talán tudok közben beszélgetni is. Hopp, kiássuk a terepet a izé alól. Ez mi volt? Ja, beleestem a darálóba, az lehet, hogy nem egészséges. Aha, és közben odébb vissza izé is. Futószalag is. Az a baj, hiába van rajtam ez a tök födő... Oh. Na, mi az ördögöt találtam? Sword, relic. Erre jobban ráfügtem a Snowra, erre. Arra rá lehet. Itt azért nem játszok, mert nem tudnám olyan minőségben, meg olyan felfogással. Found deep underground place. Aha, várjatok, ezt tudom, hova kell vinni.
Azért nem játszunk itt SnowRunner-t, meg egyébként olyan dolgokat, amire sokkal komolyabban oda kell figyelni. Mert ilyen kialvatlanul. Minek örülsz? Ide kell hozni? Szerintem igen, mindegy. Bejöttek a játékba az achievementek, meg ilyen dolgok. De hogy így konkrétan nem tudom, hogy... hogy mi az ördögöt kell csinálni. Hopp. Az autószép akkor itt is akasztani fogja a témát. Közben néha megnézem, hogy... hát de csak 84 fokos a gép, úgyhogy annyira nem paradt. Egész jó bírja ahhoz képest. A vizemet kiraktam ide mellé, hogy az jó meg legyen fűtve. De nagy baj nem lehet. Hova raktuk le, azért lehagytam? Az a helyzet, hogy már itt elég sok anyag fő van. Ki van túrva, csak még mindig nem eléggé jó. Venni kéne lámpákat, mert szerintem a fény megközelítése az, az javult a dolognak. Az a baj, hogy hiába néztem azért az ilyen hangszíneket, meg ilyeneket nem olyan tudtam beállítani erre a mikrofonra se. Másrészt meg egyébként is a szoba akusztikája is szar, tehát hogy amilyen pici, annyira üres, tehát. Oh-oh. Ott vége az iránynak. Az baj. Az elég komoly baj lehet. Várjál csak. Hogy jön itt a víz? Aha, oda alá. Hogy kellett ezt építeni? Levettem a sapkát. Ah, így. Jó lesz, ha rájövök majd egyszer. Így és oda. Oda miért nem lehet? Oh, no, ne. No way. Micsoda? Jó, mert ehhez először cső kell. Oh shit. Here we go again. Aha. Aha, ide kéne egy T-elágazás. Egy T-csong. Van itt még nekünk olyan, hogy mehetek el venni? Mehetek el venni. Valahol volt nekünk pénzünk, nem? Szia Bálint! Ú, 7000 pénzünk. Jó van, akkor ezzel darabig nem lesz baj. Ide elszaladunk. De lebasszuk a csávónak, és nekünk a T... hol a T-cső? Ott a T-cső. Adja nekem egy ilyet, légy szíves. Flindank, na futás. Beteszünk oda egy ilyet, aztán megpróbáljuk még megkerülni a rendszert. Toppá! Csak szerintem ehhez már ide... hopp! Ezek nincsenek lekalapálva. Oh shit, az baj. Várjál. Aha. De valami le van egyébként. Inkább leüt, oda verjük őket, mint hogy széthújjon itt a rendszer véletlen. Így. Mi a helyzet? Hát még élek, csak nem akartam semmi egetverő nagy dolgot belekezdeni, mert lehet, hogy épp elmében nem bírtam volna. Ezt fölfelül nem lehet állítani? Az baj lesz. De lehet, jó. Csak másik gomb kell hozzá. Uh-huh. Így. Kalampátor. Ameddig jön belőle a víz, addig elvetleg jók vagyunk. Bár szerintem itt az lesz, hogy ezt még ide be tudom kötni. Nem. Ja, nincs alatt a cső. Nincs alatt a cső. Izgulásokban vagy? Na, éppen miért? Hova tettem a kalapácsot? Bázeg! Az a jó, hogy a játéknak ugye nincs inventoria, ami egyébként nem feltétlenül baj.
Így. Esélyes vagyok Championship-re. Az igen. Azt érzem, Alaska lesz a kedvenc pályám. Tényleg? Amúgy az jó volt, arra én is úgy emlékszek vissza, hogy ez ilyen laza. Átpakolok ide, most már innen fogunk közlekedni. Kéne még cső. Ez ilyen csöveskedős játék. Várjál, csak azt kéne csinálni, hogy lerámolunk. Az a baj, rohadt gyorsan elmegy egy nap a játékba. Hopp. Valamiért vettem én kanyarelemet is. Miért vettem én kanyarelemet? Az fontos volt számomra? Rohadtul nem emlékszek rá. Nekem nem azért. Illik a társasághoz. Illik a... De mi illik a társasághoz? Nekem nem azért. Mármint, hogy miért tetszik Alaszka? Ezt a kanyarcsövet, ezt lehet vinni, elfelejtjük. Hello! Puff! A csöves... Ja! Köszi! Most direkt fölraktam a sapkát! Hogy ne tudjátok megint előni a nyuszikás viccet. Ezzel elmegyek innét, mert be fogunk szakadni. Ha emlékszem, hogy a kis viskónkat azt tök szépen megépítettük, tudom, hogy lebeg, jó? Nem kell izgulni. De egyébként fullos. Olyan drifteket verek benne. Ja, ja igen, az lehet. Ne, nem akartam aludni még. Na mindegy, most már aludtunk egyet. Ez a baj, borzasztó kényelmetlen, mindig ez a szék, amit itt van szerencsém használni. Itt meg itt vannak az értékeink. Az a fekete gyémánt a legdurvább cucc. De kéne még bennézni. Ah, oh, most meg is sötét lett. Na mindegy, majd hozzászokik a szemem. Csak az a baj, szarak a fények, ugye nekem matta a kijelzőm. Illetve elméletileg mat, de hogy nem mindig úgy akar kinézni. Várjál, ide teszünk még egy ilyet. És ide teszünk még egy ilyet. Ez azért lesz nekünk nagyon jó, mert elméletileg ameddig jön belőle a víz, addig fullosan meghajtja a futószalagokat. És ide fogjuk tenni a következőt. Így. Ide kell nekünk a kanyar, amit nem dobtam le, mert ugye nem emlékeztem, hogy minek vettük. Elméletileg most már a játékban vannak olyan dolgok is, mindig ki akarok nézni oldalra, mert otthon ott van a kamera. Vannak a játékban elméletileg most már olyan dolgok is, hogy ilyen ért szenzor, hogy meg tudod nézni, hogy mit hol találsz benne. Hát ha ez működik, én megeszem a kalapon, viszont azt hiszem, hogy kifogytunk a nyersanyagokból, ami baj. Viszont ami még inkább probléma, hogy itt szerintem az utolsó, amit ide beötünk, az egy izé lesz. És ahhoz kanyar kell. Hova tettem ezt a szart? Ja, igen. Mert ki kell fordulni alóla. Miért nem tudom ezt ilyet leütni? Ja, így, aha. Majdnem jó volt. Ide kell még egy kanyar, hogy meg tudjam csinálni ugye ugyanezt. És akkor elméletileg ugye úgy már működni fog. Így, így, igen, aha. Aztán hogy fogunk hozzáférni dolgokhoz, azt még egyelőre nem tudom. Mondjuk helyem az... Fogjuk rá, hogy annyi van, mint égen a csillag. Egyébként ez nem igaz. Azt sem tudom, hogy hány rendszerből szedjük a vizet. Na, így. Egy, kettő... Két pumpánk van. Meg ez a harmadik, ami itt így... Igazából azt sem tudom, mi a fasz csinál. Csak pocsékolja a vizet. Meg a kefe, amivel elkezdtük az egészet. Fú, de nem kellett nulláról előről kezdeni. Örülök, hogy szinkelte azért a mentést. De azt nézem, hogy mennyi nyersanyagunk van. Rengeteg a vasunk. Ó! Oh. Hello! Nézd már! Ez változott, ez nem volt ennyire egyértelmű.
Lehet csinálni ilyen fokost is, kis késit. Ez jó, ez tetszik. Ezeket csak úgy őrizgetjük. Ez meg a legértékesebb anyag a Földön. Ez baszott egy drága cucc. Csak nincs is belőle sok sajnos. Ezeket lehet be kéne indítani addig, hadd dolgozzanak. Várjál, mert az úgy nézett ki, hogy... Hogy kell ezt használni? Ops, scheiße. Mentés. Várjál, itt valahogy ki tudok mászni, azt hiszem. Ugye csak a pumpák. Aha, most már dolgozik is. Jónak tűnik. Ezzel valahogy meg tudtam nézni, hogy... Ajaj, baj van. Houston, baj van. Ezek is le vannak kotlódva. Így. Azaz, működik. Zsír. De várjál már. Új, te basz, el van baszva, el van baszva. Várjál, te oda. Úgy, tökéletes, jó van. Nagyjából jó lesz. Ez ugye már működött régről. De nagyító miért nem működik? Ez kiírta régen, hogy... Ja, ott írja rajta, én hülye. Ott van egy száma a nyelén, hogy hány százalékos ez a cucc. Oké. Okay. Ha itt van némi hulladék, ami a házépítésben maradt, ezzel most ne foglalkozzunk. Azt kell megnézni itten, hogy kellni fog akkor egy valakcső. Elméletileg ugye ezek még mindig a buta csövek. A kis víz hozamú csövek, de nekünk jó lesz így is. Ó, van itt még egy izénk. Nézz oda. Ez azért jó, mert ezt már... Ezt nem így gondoltam. Így. Na most beszorultunk. Most kiszorultunk. Jó, ez így elmehetleg jó. Elmehetleg. Hozzunk a izével, az a kis rekesz, vagy a izé kordéval, szerintem azzal ideális lesz. Amennyire jó a zenéje, pont annyira kezdett el most már idegesíteni. De lehet, hogy ebből csinálunk egy visszavételt. Nem tudom, kifele milyen, akkor izé egyébként. Hogy mit magyarázol? Standing torch, ilyen se volt itt régen. Leveler, igen. Oh. Ilyen fog majd kelleni. Hát ez azok az alap cuccok. Ezeket ismerjük nagyjából. Na szóval kelni fog nekünk akkor egy kanyar. Milyen nyelven beszél ez? Jön a kanyar. Még egy kanyar. Az mi az ott? Basszeg, ezek itt volt hagyva. Érted ezt? Tehát akkor, ez így most már lehet, hogy sok is, mindegy. Egy kanyar így. Aztán vissza, aztán föl, aztán oda még egy kanyar. Mindegy, lehet nem is kellett volna ennyi. Tetszik, hogy van végre valami NPC-s interakció benne, mert... Anélkül elég halott volt az egész. Így. Kicsit gyorsabb így mozgatni ezeket a szarokat, mint hogyha... folyamatosan ugye izébe kéne mozogni. Hát ezt lehet, hogy le lehetne tenni oda szépen is, de most kicsit nem adunk. Na szóval, az lesz itt, hogy
ezt a csövet szerintem itt most már kivégezzük, tehát ezt az ágazatot. Mert mondjuk elméletileg fölösleges, hogyha azt vesszük alapul, hogy működött eddig is. Nem hoztam még egy csövet. Vagyis kanyar csövet. Ne basszál. Oh, god damn it. Jó, hogy a matek az még megy, nem? Nem. Azért játszunk ezzel a kis egyszerűvel, mert különben lezsiparok. Hopp, egy kis save game. Az biztos, hogy mindent megtalálunk. Na, adjál nekem még egy ilyet. Hopp, terítés. Ember Cradle. Itt emberkedünk. Süty. Ja, azért hoztam egyébként így az anyagot, mert hülye voltam. Hoppá. Tényleg azt mondom, hogy DLC-k drágák lesznek. Csak akkor vedd meg, ha már ott tartasz szerintem. Az a legegyszerűbb akkor. Így. Ide kell hozzunk egy ilyen kockát. Lassan ott tartok. Hát figyelj most, ha megveszed az első évet. Kola. Yukon, Wisconsin, Amur. Ez egy fél évet elbaszol, csak szólok. Ha intenzíve játszod, akkor is sokáig tart. Kelleni fog egy ilyen. Nem tudom, hogy van-e már izénk. Te beszartam, hogy itt sétálgatnak az NPC-k, ez nem vagyok én hozzászokva. Ez a tankoló állomás, aki esetleg emlékszik még rá. Süty, süty. Ezt ide. Így. És akkor ide jöhet a következő darálógép. Egy olyan. Azt nem tudom, hogy olyat vettem-e már, vagy nem. Szerintem nem. Neked megvan? Ú, az komoly. Az a baj, maga a játékot is meg kell vennem. De akkor jó, mert akkor viszont csomagban olcsóbb az első évben, vagy az anniversary-val ugye a két éves. Viszünk egy ilyet is. És alá kelleni fog majd egy... azt hol a gyászomba szoktuk venni? Passza meg, azért el kell menni a városba. Ó, a rák meg ez. Na mindegy. Nem baj, ezt kössük be, hogy ez zörögjön, ez tudjon működni. Hogy? Mert ez elméletileg, ez non-stop működik, tehát ennek nincs problémája. Így. Igen. Azt hiszem, hogy ez már volt tesztelve, hogy ez a cucc elméletileg működik, tehát ez így nem para. Itt tudom, hogy mivel lesz a para, ez a szar általában rohadt nagyot lök rajta. Hát eléggé, már lassan két év. Ez itt még működőképes? Ó, ez itt dolgozik szépen. Ez egyébként, erre büszke vagyok, ez nagyon jó lett. Csak kár, hogy ilyen lépcsőelemekkel oldottam meg azt, hogy pont beleessen a cucca helyére, de... Na mindegy. Mit kerestünk? Nézzem, hogy működik ez még? Még egy darabig, igen. El kell menni venni egy izét. Egy ilyen olvasztó genyót. Hol a traki? De mit? Ja, tudom már, hogy ez miért így van. Nem lehet fölvenni az izét a... Sisakot az autóba. Hál' Istennek minden gőzzel megy, tehát hogy semmi okunk nincs a pánikra. A kérdés inkább csak az, hogy oda találok-e még, ahova indultam. Mondom, elméletileg van benne ilyen izékereső, ilyen... érckereső cucc is most már. Nem tudom, hogy hogy lehet hozzájutni, de már láttam. Van benne ilyen kertészkedős, ilyen farming update is. Annak nem nagyon értem az értelmét, hogy az miért kellett. Buszból streamelsz? Nem. Nem, a izébe vagyok szálláson. Ez az, ami nem volt még itt eddig, nézz oda. Dobozból. Hoppá! Az mi a szar? Hydrocropper, farming utility vehicle. Azt a mindenségit neki. Hát ez nem érdekes. Take a look at my goods. Take in the box.
Tényleven szólaltál meg? Ezek mik? Greenhouse pillár. Az anyámot. Lehet ilyen izét, farmot is létesíteni? Nagyon komoly. Nem. Nem vágom. Kellene? Megint lemaradtam valamiről? Don't mind me. I'm just mooching about. Jó, van, mócsolja. Király, ez a település nem volt itt eddig. Na várj, ezek mik például? Sprinkler, hook. Ah! Keressük rá majd. Increase radius, ezzel locsolni lehet? Ez fölvágja? Ez meg tárolja? Ezek meg magok? Ez meg egy bácsi? Plantpot? Jézusom, vegetable bucket? Seedbox? Jézus Isten, hát mi történt itt? Ez a játék megváltozott. Tudjátok, mi a baj, hogy elindultam pénz nélkül. Igazából tök mérében mehetek haza. Stone, cooking pot, seed mill. Mi az Isten? Jó, oké, ez a játék, ez több, mint amilyen lenni akar igazából. Mondjuk ez nem tudom, hogy jön ide a bányászathoz, meg ilyenek, de... Most ebben nem menjünk bele. Hazagurulunk, sugyunk egyet, mert ránk sötétedik. És elhozzuk a pénzünket. Nem jó irányba jövök. Hát nem itt jöttünk át, fahídon jöttünk át. Akkor benne van a lényeg. Hát, igen, értem. Gondoltam amúgy. Na, ez pont olyan, mint ahogy mi jöttünk át éjszaka a hágón. Az Alberg hágón. Nézd már, most rajt van a sapka. Ezt mondtam, hogy most készültem. Most direkt készültem, hogy most rajtam lesz, úgyhogy... Nem, meg egyébként ez a füles is olyan, hogy ha csak a szemüveg van rajta, mikor nyomja a fülem, így viszont nem nyomja. Micsoda? De levest kérsz? Megy már valahova, tudod mikor fogok itt neked kertészkedni. Bányász vagyok, hozzá. Hogy? Még nem tudom, mit akart adni, majd lehet, hogy megnézzük. Egyelőre úgy vagyok vele, srácok, hogy ezt a 2 órát, amit most erre rá tudok szánni, meg kell próbálni valamelyet befejezni ezért a gyártósorunkat. Mert akkor utána lehet, hogy érdemes lenne elkezdeni ezért a másik oldalt is föltárni, hogy ott mik vannak. Ugye az a durva, hogy területileg rohadt nagy az a játék, tehát sokkal, sokkal több minden van benne, mint amennyit egyelőre tudunk róla. Ami nekünk itt kell, az a... az mi az? Hülye, mi ez? Hydroquad. Hydro roller. Slow moving utility vehicle for flattening ground. Ó, ez lehet füvet, ezért gyúrni. Füvet gyúrni? Hülye. Ezek között meg nem tudom, mi a különbség. Ezek szerintem a régiek, csak nem látok, nem látunk a sötétbe. Ez az első ilyet hajó. Ez az, ez itt lesz, ez kell nekünk, ez az üzlet. Ó, hasonlítom, mert vagyok arccal. The request should be delivered to. És akkor ezt most én így elfogadtam? Hoppá. Aha. Jó, ezt meg tudjuk csinálni szerintem, mert aranyunk az szokott lenni. Na, hol van nekünk a izé? Ah, itt van. Ez kell még. Csak előtte ki kéne fizetni.
Ebbe beleszaladtam egy párszor régebben is. Ebbe a hibába. Mi 1300 volt ez az üst? Az anyáját. Tudom, hogy sokba került. Jó, várjál, üst. Üst, 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 üst. Kell nekünk más. Per pillanat talán nem. Logic gem kompresszor. Logic lever. Ó, adja már. Azért mindig több. Annyira sok minden van benne, amit még nem értek, hogy a szégeten. Jó van. Van cash-e, ne beszéljünk róla, jó? Egyelőre ennyi elég. Viszünk még néhány lépcsőt is szerintem. Ez csak azért lesz fontos, mert ugyanolyan szarul működik az egész, mint ezelőtt, akkor baj lesz. Nem fog oda pottyanni a cucca, hova kéne. Esküszöm, mint amúgy ez megy, ez kerül sokba, amíg pakolod a cuccokat. Hogy az ördögbe másztunk ide föl az előtt? Így. For your business. You're welcome. Így. Oda lepattintjuk, köszöntöm szépen. Pénzünket már elraktam? Nem. Hú, azért az a 7000 milyen gyorsan elszivárgott. Mondjuk az üst, ez pont egy ilyen drága dolognak tűnik. Húzzunk haza, mert aztán nem látok szart se. De ezt tolatni gyorsabban tud, mint előre felemelni beszarsz. Jó, hogy ami oda van rakva a platóra, az így ragasztós. Tehát, hogy az így fixen oda ragad, az nem esik le. Már igaz, hogy a kamerát meg nem követi, úgyhogy... Akad némi probléma néha. Kicsit úgy megy, el tudok menni rajta? Nem látta senki. Nem fértem volna el mellette, úgyhogy igazából így járt. Úgyhogy vissza kell tolatni. Mert itt van az izomanyag utunk igazából. Nem tudom, ez jelen pillanatban tud-e amúgy működni. Na, mi van veled? Hát lehet, hogy most éppen nem telik, de... De a lényeg, hogy működik. Ja? Menjünk aludni, mert szart se látunk. Mondjuk tök mindegy, mert korán kell reggel, hogy akkor se látunk szart se. Amúgy tök para, de nem fekszik le a karakter, tehát hogyha így ide állsz fölé, akkor simán ott a feje. Lehet látni. Valahol a kalapunkat, a izét, a világítós bányás sisakot, azt elhagytuk. Ígyni. Ebben a lukba még egy párszor bele fogok zuhanni. Mert hogy? Ott mi a bajod? Ezek nem férnek el egymás mellett. Ah, de miért nem? Jó, semmi baj. Semmi baj, megoldjuk. Jó, várják. Ó. Ez pont olyan jó, mint régen volt. Játéknak egyébként a fizikája az nem köböl a Minecraft feelinges. Így. Szóval összekalapáltam. Nem tudom fölvenni. He?
Ja, mert az E betűvel kell. Semmi baj. Csak valamit kattintással csinálsz, valamit az E betűvel. Úgy. Jó, most zörög is. Annyi itt a probléma, hogy kellene fog ide még egy egyenes cső. De nem, nem fog kell egyenes cső, csak... Hopp, egy kis lag. De nem így állt, miért forgatod el? Nézd meg. Így. Ide kell még egy egyenes. Tehát, ja, két egyenes kéne. Ez itt mi a szar? Valami baj van. Nagyon szét van szóródva itt az anyag. Hűha! Mi az ördög történt itt? Aha, itt valami gebasz van. Eldugult a rendszer. Na ezt régen nem a... Hol lennék, ha mágnes bot lennék? Itt vagyok. Ezt régen nem úgy csináltuk, hogy ide álltunk. De. Aha, így is lehet, jó van akkor. Emlékeztem, hogy volt valami eszközünk erre. Itt láttam szétdobálódni a cuccokat, ez meg nem fasza. Hova tartozó te? Össze kéne farmolni a nőnek 48 valamennyit. Nem tudom mennyi idő alatt lesz meg. Így, mert ugye ezek már megint lekotlottak. De a full nulla az egész. Ez kifújt. Oké. Hadd dolgozzon tovább a rendszer. Amíg itt építkezünk, vagy valami. És akkor innen, nekünk most már, én úgy döntök, hogy kelleni fog még egy pumpa. Szép tájat szanasz éjjel csöveljük. Vagy hello mi. Így. És majd innen kell ezt így bevezetékelni. Egy tiszta gyűrűk ura zenéje van amúgy. Ez itt dolgozik kura keményen, csak szerintem nem effektív eléggé. Ja, ezekkel még ez az ajtó is rajta van, mert ide lehetne bebaszkodni azokat a gyorsító kristályos vackokat, de ugye nem. Azokat nem nagyon használjuk. Na szóval... Aha. Hát... Nem tudom, hogy jó helyen lesz-e. Olyan szempontból semmiképp így nem tudok kimászni. Kéne majd építeni egy rendes lépcsőt. Amilyen univerzális, minden irányból jó. Így. Ugye ez... Hát ha látnék térbe, de... Szerintem ez pont egyen mellettem egy, mint ahova egyébként tenni akartam volna. Ahogy itt is látszik, hogy nem igazán sikerült eltalálni a síkot. Mert akkor ide teszünk egy... Ez az őrlő. Ez az arany. Ez lesz a vazs. És akkor az ékszerek, azok pedig itt vannak. A égkövek, bocsánat. Igen. Tehát akkor kell nekünk futószalag. Futószalagot azt ugyanott tudunk szedni, ahonnan most az üstöket hoztam, mindegy. Az merre van? Üstökön.
Viszont itt szerintem probléma lesz a helyjel, rohamosan. Pont jó az a játék ide ilyen chillesnek. Rohadtul nem volt kedvem szenvedni az izével, a Far Cry mentéssel, úgyhogy igazából ezzel játszok inkább. Pedig a héten azt nem csak megoldani kellett volna, hanem megvágni is a videót, amennyit sikerült rögzítenem. Hát nem sikerülhet mindig minden. Igen, itt a probléma egyébként, ahogy az autószép az elég lassú. Na. Úgy. Jó. Ó, működik ez csak. Nem erre akartam kiukadni, hanem arra, hogy itt már jön vissza a fal. Tehát, hogy itt már túl sokáig nem fogom tudni ezt így operálni. Látjátok? És ez baj. De egyébként nem is olyan vészes. És azon gondolkodok, hogy itt, ha elfordul majd ez a cucc. Ide még talán kettő elfér. Igen. Én szerintem kettő elfér. Hozzunk csöveket rengeteget, hogy lejussunk ide ezzel a cucccal. Visszük a pénzt. Igen, emlékeztek még arra, hogy az a lukhoz miért volt tök jó helyen? Mert a lehető legjobb helyen hagytam. Ennyi az összpízem, az nem jó. Nem sok. Érted, még a boardba is izével járkálunk. Na. Sisakba. Bányász izébe. Ja, keresünk csöveket. Egy. Kettő. Három. Még ki sem fizettem, hagyjál el. Ez most négy volt? Nem, ez csak három. Most vagyunk négynél. Ebből kellett fog sok. Figyelj, tuszi. Bocsánat. Ez eddig 2, 4, 6. Viszont még vagy kettőt. Egészségedre, barátom. Vegyél szép új truckot. És akkor viszünk még legalább ugyanennyi csőzét, kanyart is. Mert ugye, azt hiszem függőlegesen lefele nem akar menni a cső. Azért is építettük úgy. És ez igazából nem azért van, mert lefele nem akarna folyni a víz, hanem azért fölfele ne akar. És már nem is számolom amúgy mindegy. Ember, oda pakoltam a fél életemet, ki fogom fizetni neked. Ne idegesítsél már, hogy nem. Nem látod? Na jó, fizessük ki. Kezdjük el bepakolni a kordéba. Ha minden igaz, igen, akkor a kordéba össze tudsz spawnolni. Csak ezért tart ez rohadt sokáig. Még oda-vissza bepakolod. Azt akkor... Ezt lehet, hogy itt ki kéne kapcsolni, mert így a rendszer lekotlik egyből. Mármint az én rendszerem. A lelkem így megfagy. Na, ez így jó, innen látom. Megy ez. Hogy telik a hét? Hát így, milyen nap van ma? Kedd. Igen, kedd. Na, jó volt a vasárnapi randim. Jól el voltam egyedül, tehát, hogy így... Még jó, hogy csak két órával mentem indulás előtt korábban, hogy...
ne basszak el túl sok időt az életemből. Ez van. Hát nem jött el, bazd meg. Tudtam, hogy éjszakás, tehát hogy éjszakásból jönne, éjszakából jött volna. És akkor én ugye ott voltam 5-től, mi pedig 7-től indult, 7-kor indultunk ugye, és 7 után indultunk ugye a járatba. Mondom, jó van, akkor megyek korábban, akkor 2 órát el tudunk ott pöcsölni. Mondom, el tudtunk volna sétálni ott valahol kajálni, vagy kávézni, vagy valami ilyesmi. És akkor ülök ott izé, és valamikor 6:30 így rám ér, hogy basszus, miért nem szóltam, hát ő elaludt. Na erre már nem válaszoltam semmit. Úgyhogy igazából valamit még írt tegnap, de vagy csak köszönt, vagy nem tudom, de már se olvastam, hanem igazából lenémítottam, aztán hello. Nem, tehát az a baj, hogy az ilyen dolgok, hogy ha nem jó, akkor azt mondom, hogy nem jó, bocs, tehát hogy nem fog menni, mert éjszakásból nem fog menni. Ez az egyik. 2. Hogyha egyébként tudom, hogy valahova megyek, akkor állítok egy faszom ébresztőt, nem? Na mindegy, biztos én vagyok primitív, vagy ilyesmi, de... Én így gondolkodom, vagy én így gondolom. Nem baj, nem, tehát az a baj, hogy én nekem volt már ilyen helyzetem. Sokszor, amit hogy nem sokszor, de az első X kapcsolatomban is ugyanilyen szarokban nyújtott, jó, ha menjél le akkor bazzik. Hogy olyan nincs, hogy egy megbeszélt időpontra legalább egy böfögés nem izélek. Tehát azért mondom, hogy ha szar volt az éjszakája, mert tényleg kurva sok volt a meló, vagy mit tudom én, akkor megmondja reggel 9-kor, hogy figyelj, bocs, de olyan hulla vagyok, hogy ez ma nem fog menni. 1, 2. Ha tudom, hogy valahova megbeszélt időpontom van, akkor kapcsolok egy kurva ébresztőt, és akkor nem hagyok senkit szarba. De azért mondom, hogy biztos én vagyok fogyatékos. Csak én ebben nem megyek így bele, értette. Csak streamlél. Nem, hát azért mondom, hogy körülbelül ennyire érdekelte a dolog. Na most megijesztelek teket, figyelj, púgy, és ott áll a bácsi. Sisakba alszok, kemény vagyok. Nem, mindegy, igazából szót se érdemel igazából többet, mert nem vettem magamra a dolgot igazából, mert ez nem az én erkölcsi bizonyítványom mindentől kezdve. Ne es már le. Csak tudod, érzem, mondom, hogy én készültem, én ott voltam, csak ezért esik talán rosszul. Kérdés az az, hogy egyébként... egyébként hogy az ördögben van ez a dolog? Most megint egyeneset hoztam. Áh! Damn it! Kéne építeni ide egy hidat. Tovább tart körbe menni, mint... Vagy elérem én ezt már lentről? Elméletileg el. Így. Nice. Pro gaming move, ahogy a Bence mondaná. Így, igen. Ezek a csövek, ezek olyan esztétikusan néznek ki. Elképesztő. A bánya gépeket igazából... Ja nem, nyomadhatod, nem azért mondtam. Belefér, nincs ezzel baj. Aha. Nem úgy lelkileg visel meg, hogy most úristen, de depis vagyok, nem, hanem fáradt, csak tényleg megijedtem tőle. Mert ugye, most még annyira se látom, mint amúgy amennyire gépen látnám. Ugye ilyenkor nincs control monitor, meg ilyen nyalánkságok. Ilyenkor annyi, hogy a chatet is a telefonról nézem, ami valószínűleg le fog merülni, mert nem töltött vissza, mert egy köcsög. Itt is el kell fordulni majd valamelyik irányba.
Azért nem kalapálom még oda így egyből, mert fölöslegesnek tűnik. Jó, most már elegem van a sétálásból. Na, azért nem. Mert ez így itt nem lesz igazából a szájos. Ez humban az, az, amit keresünk. Ott. Nekem valahogy úgy kéne itt lefordulni ezzel a dologgal, hogy... innét induljon el. Minek vettem ennyi egyeneset, nem is kell. Gyors dobok egy resit, és jövök resit. Várjál, lefele megy ez a cső? Ja nem, még mindig nem. Dammit. Így. Ez itt mi ez? Menj már innen. Tegenya. Oké, ide még kelleni fog sok-sok minden. Leginkább kanyarelem. Visszamegyünk, veszünk még vagy 10 darab kanyart. Aztán megnézzük, hogy mit csinálta a rendszer. Ó, nézd már. Önálló is van valami quest. Hagyjatok már levesekkel. Bányász vagyok. Vagy mi fene. Hopp, ez nem jó. Most jó. Fogjuk rá. Hol a kanyar? Egy. Itt ezt tart sokáig egyébként, mert rájöttem. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Viszek egy valaggal. Hét. Hoppá. Hét. 8, 8, mennyi kell? Legyen 10. 9. 10. Ez hogy lett 10, hogyha egyébként egy darab 25? 2, 50 a 10, várjál. Vagy kedvezményt kaptunk? Én nem tudom. Vagy egyet nem jó helyre raktam, és azt nem is észlelte. Azt maximum leveszi majd a izéről, a kordéről, amikor elindulunk. Volt már olyan is. Annó. Így, meg is vagyunk. Hoppá! Ja, meg a money. Money, money, money. Hogy futi. Ha egyet nem fizettünk, akkor ki. Ez mellé esett. Akkor viszont nem számoltam el, hanem... Amurban kell vinni egy űrhajót? Igen. Te összeraksz egy energiát. Ó, bazd meg! Ez baj. Ezért nem hogy lehet kimenni. Ó, baszki. Ez probléma. Na, az kell nekem azonnal. Hát, türelem, barátom, türelem, mert elkapkodod, hogy cumi lesz. Nincs is szebb bennél. Ezzel mi történt itt? Összeszedett mindent? Ez az kordé összeszedett. Összeszedett mindent. Ahogy főborút. Mire ott lent ebből rend lesz, srácok, az egy örökké valóság. Na lássuk, hogy is volt ez. Így. Így.
igazán oda néz, ahova kell. Most se. Ezen mondjuk változtathatnának végre. Úgy. Aha! Ez eddig jónak tűnik. Így. Erre a játékra még mindig igaz, srácok, hogy én azt hiszem, hogy tudom, hogy mit csinálok, jó? Ti pedig higgyetek benne. Körülbelül ennyit lehet erről elmondani. Na most azon gondolkodok, hogy ugye ide kipottyan a következő anyag. Hát ide kelleni fog egy futószalag, egy kanyar. Ezért vettem én egyébként kanyarokat. Gyönyörű egyébként, ami elképesztően. Van itt baj. Van itt baj, főnök, van itt baj. Azt nem tudom, hogyha két... Ezt próbáljuk már ki. Ha két olyan irányú csövet, amit a két üzét. Rottu 100k. A szondod? Ha két ilyen irányút összekötök, abból lesz valami értelmes? Nincsen még egy izén, fogadjunk. Passzus! Ilyen télágazás. Mert ugye minek is vettem volna. Elköltve. Azt a kurva. Az már azért durva, akárhogy is nézzük. Az a legjobb, srácok, hogy így konkrétan két nap alatt, vagy így a játékban két óra alatt, akkor legalább szart se értem el. Ez elég masszív. Akárhogy is nézzük. Hát bele, egyébként bele. Egy elég amúgy. Elégnek tűnik. Összekötöttük a két pumpának az útvonalát. Az jó nekünk? Egyébként. Várjál már, mert ezt itt úgy kéne szerintem, hogy itt fordul, vagy lefordul. Jön. Így. Így. Ahogy. Így. Aztán meg... Lehet, hogy ez sokkal észszerűbben is meg lehetne. Csak én vagyok hozzá töketlen. Na így 9 hónap után feloldották a bannom. Na, mint kinél. Így is akkor elmenetleg ugye itt jön a kanyar. Nem akarom tudni, hogy ezt hogy hoztad össze. Mert akkor elmenetleg ez itt, srácok, úgy fog kinézni, hogy jön a futószalag. Ugye itt megemeli, itt meg már egyből jöhet a izébe. Csak már lassan nincsen több helyem itt a föld alatt. Ami azért elég durva. Csak az azért jó, mert akkor ez a cucc, ez meg ide balra fogja bedobni majd az ércet. És ha minden igaz, akkor elmenetleg ez így, nem azt írtam, hogy 10x10, hanem azt, hogy 5x5. És ez... Júj, de gonosz! De gonosz! Na, ezt itt most szerintem le is kalapáljuk, mit szóltok. Itt már nagyon sok minden nincs lekalapálva. Hűha! Vagy a csövek le vannak legalább? Nem tudni mi. Az ott le van. Jó, akkor le lesz ez is. Ez azért jó, mert véletlenül már nem fogom tudni fölvenni akkor ezeket az elemeket. Vagy véletlenül se fogom tudni fölvenni. Ugye viszonyítás kérdése, hogy mit akarok csinálni vajon. Önt is szögeljük meg. Ha jól hallom, akkor ez itt megint leállt ez a rendszer, de talán nem is baj. Így. Menj oda-vissza. Na, így nem fogom megtalálni a szerszámaimat már megint.
Az, hogy ezek a szortírozók, ezek legalább nem kotlanak le. Azok nem mennek gajra. Csak maga a daráló, meg a bányagépek. Na, és elméletileg ezért úgy szoktuk csinálni, hogy hoppá. Hülye, hogy itt van egy csomó arany. Kilenc, nem is tudom. Mennyit kell nekem vinni? Legalább. Az meg az mi az a sok anyagot? Hűha. Ez baj. Mellé potyogott az anyag. Hoppá. Úgy a lépcső gurulja le, kérni akartam. Igen, egyébként van a játékban olyan lehetőség, hogy minden érc törlése. Tehát nem kell feltétlenül mindent mindig elpakolni, meg mindig mindent felhasználni, hanem nyugodtan ki is lehet törölni bizonyos elemeket. Tehát itt is például látszik, hogy kegyetlen sok anyag elhullott már. Tudom, majd csinálunk egy kardot, vagy nem tudom, és akkor az úgy jó lesz. Jó, itt lent. Itt is világít. Cucc össze-vissza, de... Az ott például kő. Ez pedig vazs. Azaz. Hopp, hogy világít, nézzétek, de cíp. Ebből is van már egy kevés, vasból is, amúgy. Kegyetlen sok anyagot összeszedtünk már. Ezt itt szabad kézzel megfogom egyébként a frissen forró öntött cuccot. De csak azért, mert én kemény vagyok. Az aranyat hol raktuk? Ez most 79. Mennyit kell nekünk elvinni a csajhoz? Ezeket a lépcsőket lebaszkodhatnám. Negyvennyolc-ötöt. Na, mire azt összesakkozom? Ha ezt most félbevágom... Ez 39. Ez még kéne egy tízes. Hoppá! 997 498, jó van, ez már így neki jó lesz én szerintem. Majd mindjárt megnézzük. Ú, de szar se látok, tiszta jó. Nem tudom, 190-et kapunk érte, az egyébként sok-e vagy kevés. Most a forró üstön állok, mert tényleg kurva kemény vagyok, tehát ez ennyi. Hopp, már meg is olvadt, és akkor ezt úgy szoktuk, hogy így kell valahogy, nem? Így. Akkor ezt ide teszem, az 49,8. Jó, ezeket pedig az anyámot. Mit csinálsz? Na, es. Egyszer. Kétszer. Ezt meg elrakjuk addig. És ezt el kéne vinni majd a csajnak. Ezt meg csak simán kiöntjük ide. Nem is tudom, miért nem volt rajta feltételünk. 29. Hát az egyébként nem egy nagy eresztés. Ezt elrakjuk a kocsira, ha úgyis megyünk, akkor legyen nálunk. Pénzünket azt elhoztam? Nem hoztam el. Basszeg! Na most meg kell számolni, hogy... van. Néha beszarok amit tőlük. Nem tudom, hogy megéri-e questeket csinálni, szerintem amúgy nem. Várjál.
Most azon gondolkodok, hogy amúgy ami itt van nekünk. 598-at ér és 29. Rohadtul nem éri meg amúgy. Basszus, na mindegy. Mert ez Prospect Guild token. Az lehet, hogy más, nem? Nem mindegy, elmegyünk aludni. Igazából van még itt vagyonom, mert ez itt ilyen waste tartalékban, ugye? Itt van hagyva. Esküszöm, a légkondító mindig ki van a tököm. Állandóan megfázok tőle. Erre a házra egyébként büszke vagyok, szerintem tök jó lett. No. Lemegyünk egy kicsit számolgatni. Tehát egyenes, jobbos, föl, kocka, daráló. Igen. Egyenes, jobbos, itt föl, kocka és daráló. Meg az üst, ezek kellenének. Annyi pénzünk még szerintem kell, hogy legyen. Tehát egyenes, jobbra, föl, kocka, daráló, vagy ez egy szortírozó. És utána meg az üst. Csak utána lehet tovább gondolni, hogy amúgy mi van. Szóval tudja, hogy ez a Prospect Guild, ez másfajta érme. Én szerintem legalábbis. Biztosra merem fogadni, hogy nem egészen ugyanaz, mint... Most tudod, mivel fogunk benyalni. Hogyha egyébként tök nem maradt ott a csaj, ahol találkoztunk vele. Aha, de ott van, jó van. Na. Hol az aranyad? I'd like you to make me some. Thank you. The currency of the prospecting guild used to buy things. I will buy a shiny new truck. Spirited sour pickaxe. Ugyanolyan, mint a izé. Nem, ez nem ugyanolyan. Token, ez pedig coin. Kettő nem ugyanaz. Na de mire jó ez, várjatok már. 15 kéket, vagy 15 gyémántot. 15 vague zafír, az anyámot. Meg kell nézni, hogy van-e egyáltalán otthon ilyen. Mert a probléma az, hogy nem tudok kompresszelni szerintem. Az jelentősen megnehezíti a kérdést. Na várjál, futószalag, hol vannék a futószalag, vennék, mindegy, viszünk innen egy ilyet. Van itt daráló? Van darálója, jó. Ó, honnan szoktuk venni a futószalagot, az otthon van? Várjál, ezt a prospect izéget, ezt megnézzük, hogyha ezt rakom ide. Nem, de coin kell. Tudja, hogy valamire jó lesz. Fancy furniture, az anyámot. Szobrok meg minden faszom. Ez lehet itt szép dolgokat is építeni, hogyha az ember úgy ráért. Egyszer. Így viszek még egy izét akkor. Így. Ezek még egy lépcsőt is. Innen talán más nem kell. Emeltleg nem. Ó, kettes. Mi a szar? Szia, csuszka! Így. Úgy. Még mindig van 3000 kessünk. De honnan lesz futószalagom? Hogy ez a biznic? Hát egyelőre befektetésben vagyunk.
Ugye igazából azért mondom, hogy tök jó, mert ez az ötödik epizódja a dolognak, csak igazából valamikor szeptemberben játszottam vele utoljára, úgyhogy kicsit rá kellett szokni, hogy amúgy mit csinálok. Az ott micsoda? Grocery. Aha. Hozzak neki levest. De ott hozok. Sokkal jobban tetszik ez a világ így, hogy vannak benne emberek rajtam kívül is. Ez jelentősen pozitív fejlesztés. Várj, honnan szoktuk hozni a izét? Á, innen. Megvan. Nem baj. Még jó, hogy nem mentem el. Így, és akkor azt mondtuk, hogy kell egy jobbos kanyar. Igen. Egy jobbos, egy egyenes, egy fel. Így, és akkor... hát elméletileg. Junction between belts. Az nem tudom, hogy mire jó. Centralize, ez meg Gem Polisher. Azt kurva, olyat is bele kéne kötni egyszer, az milyen menő lenne. Na jó, egyelőre ennyi elég lesz, mert... lenullázzuk magunkat teljesen. És már neki lehet majd állni farmolni. Hogy? Egyenes, egy jobbra és fel. Egy kocka, nem vettünk kockát, mindezt otthon is tudok. Ezt nem is tudom, hogy itt hol lehetne amúgy. Lehet, hogy ahol a lépcsőt vettem, ott kellett volna. Nem itt. Fogyatékos ez a jármű. Vagy én, mindegy. Ne fogjuk a technikára. Ah. Jó. Pénzemet elraktam. Pénzemet elraktam. Oké, menjünk. Kíváncsi leszek, hogy ez a másik fajta token az mi a gyászra lesz jó. Ezt még egyszer föl kell fedezni. De van egy sejtésem, hogy az ott az izébe lesz majd a bányába, lesz majd hasznos, vagy használható. De amúgy van egy térképünk, elméletileg azon minden rajta van. Csak jó kéne beparkolni már ezzel a kocsival, hogy meg tudjam tölteni megint vízzel. Bár nem tudom mekkora egészen pontosan a tartálya, de nem kéne elbaszni. Vá, nem kéne leesni a hídról. Mondom, azt hiszem, hogy a menübe lehet resetelni dolgokat. Ha véletlenül nagyon nagy szarba kerülnék. De valahogy úgy kell beállni, azt hiszem, hogy ilyen nagyon, nagyon a szélére. Valahogy így. Így mi lett a kaja? De ez nem nekem szólt. Megtankoltuk. Érted? Vízzel, hidrogén motor. Simán jó. Úgy. Menj a helyedre. Úgy. Úgy, most már elég durva szemét van oda, vagy ezért kupi van oda lenne, ne aggódjatok, mindjárt minden a helyére áll. Az a baj, a zafír, nem tudom, hogy ez most a kék a zafír az kék, ugye? Mert a zafír kék. Itt már a színnek is van ilyen meghatározása. Hova lett a másik token? Ja, ott van. Ezt én beviszem a házba, mit szóltok, mert rohadtul nem tudom, hogy ez lesz-e valaha hasznos. Tegyük ide, ez ilyen nyalánkságnak tűnik. Na, fuck. Ó, pedig olyan szépen volt odarakva. Ó, bazeg. A széktől nem tudom lerakni úgy rendesen, de mindegy. Most ott lesz. És változatosság nem árt. Kell nekünk még egy kocka.
Csak az a baj, hogy nekem ugye nincsen kompresszorem. Gyémánt kom... Gyémánt kompresszorom. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogyan fogom tudni megcsinálni. 23 fok van itt, srácok. 23 fok. Mi az Istenért prüszkölök? Nem az zavar a baj, hanem azzal, hogy a hegyen csak 3 volt. Hűha! Itt van baj. És itt szana szétdobáltuk a dolgokat. Ezt meg rossz helyre raktam. Allergia? Hát csak nem. Tudomásom szerint nem voltam az, hogy allergiás. Várjál, mert ezt elbasztam. Na most látom. Itt nem lesz jó. Egyrészt nem látom át, hogy mi van, másrészt meg ledobtam a lépcsőt is. Húha! Ez baj. Ha, jó, ez így, ez legalább jó helyen van. Lenne. Ez sincs jó helyen. De, de az jó helyen van. Ez az egyenes. Na, oda lentre tegyed már magad. Mi a rajod? Hát beszarok rajta. Na. Végre jó helyen van. Azt hittem, én nem tudok kimászni. Igen, és... Aha, ezt tettem rossz helyre, már megvan. Így. Jó, eddig jónak tűnik. Akkor ezt a cuccot most így bekötjük. Így kötjük be? Nem, nem így. Így. Uha, ez itt nem fasza, várjál. Másik oldalról kell neki a víz. A rosszabb meg ez. Mindegy, egyelőre kell akkor egy télág, megint. Túl gyorsan lemegy a nap, ezt nem lehet állítani? Nincs mit, barátom, nincs mit. Viszünk egy dugót is. Kitartást kívánok és jobbulást. Minél hamarabbi felépülést. De amúgy van valamilyen szírszar vírus genyó, mert amúgy otthon is mindenki lepukkant. Ezt fogjuk onnan itt kivenni. A sapka. A kalap. A cső. Így. Igen. És akkor amit akartam, az pedig az, hogy ezt a részt átépítjük oda. De jó lett volna, ha ez itt egyből vissza tud fordulni, de... Amúgy nem tudna. Van valami megy körökön, és most szerencsésen elkaptam. Lehet, hogy bennem is az van, csak ignorálom. Hát jel csak, mert... Mi van akkor? Ennek... Utten úgy kéne állnia mindenképpen, hogy a bejárata így. Meg gondolod, hogy tisztögés ennek a jele?
De valószínűleg igen. Csak azért mondom, hogy ignorálom, mert annyira nem érdekel. Nem szoktam ezen izé hanyatt esni. Miért nem engedi így bekötni? Mert nincs ott a víz, gondolom. Jó, semmi gond. Akkor megoldjuk. Jesus Christ. Aki látja, hogy mi történik, az szóljon, mert én már nem igazán. Jó, hogy hoztunk ennyi kanyarcsövet. Így. Jók ezek a he. Ja, amikor nem tudja lerakni a cuccot, akkor szokott ilyet. Idegesítő hangot ki se találhattak volna amúgy. Elmegyünk a dugóért, és azt megint megyünk aludni. Dugó, fa, dugó, bing, bang, 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 bang. Hoppá, hopp. Hol aluk? Ezt is így kell lerakni, ne ügyíts meg. Hol csak... Ja, jó. Már hirtelen beszartam, hogy úristen, hol csöpög még, ahol kell. Így, ez. Most egy probléma van ezzel csak, igazából. Ez ide fogja kidobni az üsthez a cuccot. Üstöt azt már raktam le. Ledobtam én ide? Ez valahol volt. Ah, ott van egy. Igen, az az lesz a legnagyobb gond, hogy ide már nem engedi rakni. Aha, úgyhogy akkor ennyit erről. Egy alvás, mert nem látjuk, hogy mi van. Azért mondtam egyébként én is, hogy hétig leszek, mert hogy akkor most mit tudom, én még megvacsorázok. Tudok akkor még utána mondjuk egy órácskát aluszkálni, terveim szerint, és akkor fürdés, aztán készülődés, indulózás. Jó lett volna még átnézni a izéket, a gyémántokat, bár abban elég sok lesz. Így, rengeteg. Szerintem nincs kompresszorom. Hogy meg már ilyen közel érnek egymáshoz ezek a dolgok, az baj. Aha. Igazából a legszarabb dolog az egészben az, hogy visszafutó szalag. De nem csak az igazádniból, hanem... Ezek a rumlis minden itt neki. Hogy lehet így élni? Ezt nem is tudom, minek dobtam le ide ezt a nyomorult lépcsőt. Majd hol a többi? Azokat is már ledobtam? Nem dobtam le, azok itt vannak ki. Jó, hogy nincs fall damage, mert akkor rábasznék. Ezt odébb rakjuk egyel. Gyönyörű volt a film. Vagy mindegy, hogy honnan kötöm be. Ne idegelj. Várjál. Ha ott állok, akkor nem fog menni. Értem. Így. És ez most, ugye, ki fogja dobni az anyagot. Ide. Így. Elfogyott a hely. Hol van itt a csákány? Volt egy csákány valahol, nem? Elhagytam. Ez az, nem ez a kalapács. Mert akkor ide annyit csinálunk, hogy... Az jól elgurult, nehogy megtaláljam véletlenül. Hogy a rák vigyene, ezt most miért így fogtad meg? Ó, oh, van baj, Houston. Csak a csőke. De nekem csak a cső kellett volna. Ez buzi. És nem a jó értelemben. Meghűlsz.
Na. Ja, mert összeszögeltem. Nem, ez mindig köcsög. Na. Nem bugolunk, hello. Ah, most a jó. Mert ezt a csövet, ha nem így rakom ide, hanem... Oda nézzél már, hova én nézek. Így. Na, azért ám. Elméletileg. Igen. Nem lenne zsibbadjon az agyad. Oda, lentre már. Felsírsz. Oda. Na. Így. És akkor ide kell majd még egy... Ott a csákány. Megvan a csákány. Akkor ezt. Ura, nem jó, mert oda még egy kanyar is kéne. Jaj. Kurva kevés itt a hely, az a helyzet. Ugye csinálunk. Kicsit átláthatóbb legyen a helyzet. Sose lesz az, csak szólok. Csak mindig kevésbé szar talán. És hozzá kell tenni, hogy nem indítottam el a gépsort. Tehát, hogy ez még nincs üzembe helyezve. Még nem is biztos, hogy működni fog. Tudjátok, hogy miért vettem a dugót? Azért vettem a dugót, hogy ne kelljen ezt a csopogást hallgatni. Oh, ennél nincs jobb. Áldott csönd. Na az a baj egyébként, hogy én ezt nem tudtam, hogy ez mennyire lesz ugye mély. Tehát látszik a textúrából, ez már az alja. És a baj az, hogy nem csak itt van alja, hanem itt is. Tehát nem egészen ilyen ovális formájú, öbölbe vagyunk, vagy lukba. Egy végtelen nyersanyag generálható. Tehát ha itt beindítjuk a gépsort, akkor ez itt termelni fog mocskos módon. Ami oda van itt kalapácsolva, az Minecraft fizikájú, tehát az már onnantól kezdve nem mozdul. De milyen jó lehet amúgy, hogy ugye az egész terület ez úgy nézett ki, mint a folyó túloldala. Tehát ugye ilyen full szűz volt. És akkor tudod, hogy eladják a öreg Pista bácsi földjét a halála után, azt megveszi egy ilyen hülye, azt csinál egy ilyen izét, egy ilyen ipari negyedet belőle. Egyébként nem néz ki annyira szarul talán. Itt az az elméletem, hogy itt majd ugye ide majd még sorba be kéne kötni még több ugye bányagépet. És akkor ugye innen, ahogy ezek itt dobálnák végig az anyagot, minden egyből menne végig a rostán. Egyébként magamnak is rá kellett jönni, hogy mit akarok, mert már nem emlékeztem rá egészen. Itt annyi a kérdés csak, hogy ugye ez úgy néz ki, hogy ugye darálunk, ez itt az arany. Onnan hiányzik egy egyenes. Még jó, hogy ránéztem. Igen, ez szomszédok biztos örülnek neki, hogy onnan azért hiányzik egyenes, mert ugye rájöttem, hogy ezeket nem lehet egymás mellé rakni. Tehát ide kell majd néha bemászni a anyagér. Az még zseniális lesz, főleg a fölé kell rakni a lépcsőt. Ez itt mi a szar? Hol a fejszél, vagy csákjel? Hát úgy. Igen. Ide kipottyan, jön tovább egyenesen.
itt így befordul, és följön erre. Ami nem tud, mert ugye nem férünk el. Ide kidobja, elfordul jobbra. És vissza kéne mennie izének. Vissza kéne még egyet fordulni. Az egészet odébb kell rakni egyel. De igazából tök jól meg is oldható, ha megtalálom a kalapácsot. Ott van a földön. Na szóval, az lesz itt a megoldás, kérem. Hogy... így. Egyébként ezt az alapot nem is kéne feltétlenül oda rakni. Így. Hát ez most így... hopp, ez jó volt. Így, ez nagyon jó. Azt is ki kéne onnét venni. Mert akkor ide lehet rakni egy kanyart. Egyébként srácok, ezt nem tudom, hogy nézni mennyire jó, mert amúgy én, ha én sem tudom, hogy mi történik. De most valahogy jól esik. Maradjunk annyiba. Így. Ez se fog ide kelleni. Teljesen jó, szuper, köszi. És akkor itt ezt is lekapjuk. Ide kap egy... nem, igazából ezt is odébb rakhatjuk. Így, ezt innen elvesszük. Így. Így. Hát igazából... a rosszabb tudja. Kelni fog-e nekünk még tovább jönni. Hol a dugvány? Így. Mert akkor ez. Ide. Hoho, nagyon jó. Hol van az üst? A rublitól nem fogom tudni ide rakni. Igen. Oda így nem fog férni. Mondjuk így. No, elméletileg akkor ez így néz ki úgy teljes valójában. Mi szerint kiszedjük az aranyat. Kiszedjük a vasat. Nem, itt szedjük ki az aranyat. Ott szedjük ki a vasat. Ez itt tovább jön. Itt kiszedjük belőle azt a fényes genyót. Azt a energiakövet, energiakristályt. Nem tudok ugrani, van baj. Help. Vazsat, igen. Most tudok ugrani, jó van akkor. Megoldott. Na, gyere már ide te. Próbálok mindig a szélére ütni, hogy ne maradjanak el ilyen kis csücskök, de általában sikerül elbaszni. Megint ráálltam a futószalagra, gondolom, azért mentem előre fele. Ez nem bug volt, ez csak simán az én hülyeségem. Mindjárt nyakabba szakad egy izé kordé, vagy valami, amit kiásom alul a talajt. Így. Tehát ha minden igaz, akkor elméletileg itt a végén a semmi más nem fog érkezni, csak ugye a gyémánt. Amihez meg nem kell más. Ja, nem kell más. Csak egy kocka, meg egy ilyen ezé, krigli. Azt elméletileg tudunk is hozni-venni. Lehet, hogy be tudjuk üzemelni, srácok. Van rá még némi esély. Antwerpenben terem.
Oda nem járok. De hogy jött ez most ide? Van itt valahol az a nagy edény? Állítom. Take a look at my goods. De vagy a vas? A vasról beszélsz? Na lehet, hogy lemaradtam saját magamhoz képest is. Elnézést, ez egy filmből utalás, egy gyémántokról beszélgetnek. Igen? Nekem ez nincs meg. Úgy, op, autosave, köszönöm. Amúgy örülök neki, hogy megy a stream, és még nem volt akadás. Blöff. A blöffben van ilyen mondat? Tök nincs előttem. Várja, aha. Az ott úgy, nem tudom mennyire van jó helyen. Ez így biztos nincs. Így talán. No, és akkor azt fogjuk csinálni. Megnézzük, hogy itt mennyire van elakadva a rendszer. Semennyire, az baj. Nem is szóródok mellé. Ah, ott van egy. Ott van egy. És föl fogom menni, ne aggódjatok. Mondtam én. Ugye ez úgy szűr, hogy ami ide van készítve, azt engedi ki. Mármint azt nem engedi, azt engedi oda bele, ide. Tehát elméletileg, hogy mindig hova teszem végül is. Szereznünk kéne ezért is, aranyat is. Azt úgy fogjuk megoldani rövid úton. Az egyik ilyen gépet elindítjuk. Jó lenne, nem csak dörtöt. De ez csak dörtöt fog csinálni. Bassza meg! Na mindegy, akkor fusson a gépezet, aztán majd maximum röptibe elkapunk valamit. Az arany volt pedig, hopp, ott van egy arany. Őt rakjuk ide. Na csak visszafutószalag egyből. Ne, ez nem arany. Bassz meg, ez nem arany. Ez nem arany, ez gyémántos lószar. Na, valaki. Shit, shit. Ha valami elakad majd, akkor jó lesz. Hopp, ez például vas. Akkor ezt berakjuk ide középre. Igen. Hát csak egy aranyat kéne kifogni. Majd lesz, mindig ugol, úgyhogy ezzel nem kell aggódni. Csak gondolom lehet oda kell rakni majd a lépcsőket. Nem tudom elkapni, bassza meg. Gyorsabb, mint én. Ó, ez mi volt? Az megint vas? Megint csak vas. Az viszont arany. Az viszont arany. Gyere aranyom, megkeressük a helyed. Így. Fuf. Na elméletileg akkor ez a cucc üzemképes állapotba került. Tehát megindítjuk a második gyártósort is abban a pillanatban, ahogy megtaláltam a lépcsőket. Aztán lehet, hogy rakunk egy kis rendet is majd, mert ez így odalent elég életveszély. Azt azért rakod oda, hogy tudja, mit szűrjön ki. Így van! Az a szűrője. Azzal tudod beállítani a szűrést. A lépcsőt meg azért rakjuk ide, mert hajlamos tovább dobni a géphajzét a cuccot, és akkor nem jó helyre pottyam. Azért van ez a másik oldalon is pontosan ugyanígy. Ennek biztos van egy ilyen mértani helyzete, ahogy ez pont jó, de így. Ezeket innét kiviszem.
egyelőre, valahova az útból. Aztán úgyis vissza fogom dobálni, hogyha szükség lesz rájuk, szóval ezzel nem kell aggódni. Itt azt lehet majd még mondom tovább csiszolni, hogy beépíteni egy ilyen gyémánt feldolgozó cuccot. Hogy ne kelljen manuálisan végig csiszolni az összeset, hanem menjen szépen magától. Így. Elég sok csövet vettem, ami nem lett felhasználva. Hoppá! Így. És akkor elméletileg, ha minden jól megy, ezt szépen még így rögzítsük le itt a dolgokat. Mindent is. Nehogy véletlenül fel tudjak venni valamit. Meg annyit, hogy itt még esetleg ezt itt kicsit megfaragni, hogy közlekedhető legyen a dolog. Hát majdnem az, fogjuk rá. Kéne ide még egy lépcső. Na, indítsuk be! Indítsuk be! Miután aludtunk, mert hogy egyébként nem látunk szart se. Majdnem el is érjük a limit időmet. Sütj. Így, és igazából még pont úgy nem fogunk látni semmit. Ugyanolyan sötét van. Ugye az a rész az azért lett ilyen vertikális, ez meg ugye inkább horizontális, mert ugye azzal farmoltuk ki azt a piece-t, amivel ezt meg tudtam építeni. Tehát itt azért mentünk rá a futószalagra, mert ez a cucc, ez így működik, hogy itt elkezdi, és itt szépen viszi tovább. Így. Jó, mi? Hogy? Csak itt jön, ez megdarálja, ott jön az arany. És elméletileg az arany, az itt már ennél tovább nem is fog menni majd. Még egy arany. Húha, van itt zseton. És ez itt elkezd ide bedobálózódni. Úgy. És azért a lépcső az pont megfogja, de ha nincs ott a lépcső, akkor pont nem esik bele. De így sem mindig fog beleesni, szóval tök mindegy, ott meg már jön a vas is. Na ez fullos lett, srácok. Működik a második gyártósorunk is lényegében. Ha csak onnan kihagytam egy izét. Az baj. Az rohadt nagy baj. Le kell állítani. Le kell állítani. Mozogjál már. Bazd meg. Jó, ezek most már így végig mennek. Működni fog, semmi pánik, csak innen kimaradt pont egy elem. Ja, ott sincsen még kész. Bassza meg. Én nagyon beleéltem magam. Én elhittem. Kellene, fog ide még némi cucc. Igen, mert maga a gyártósor készen van, csak a futószalag nincs. Nincs egészen befejezve. Tehát, hoppá, hát ez mit keres itt? Az itt fog majd végig menni. Jó, egyelőre viszont jól működött, ahogy elnéztem. Tehát nem volt ezzel baj. Kell fog egy, kettő egyenes, meg egy kanyar. Ez egy jobbos. Azt hiszem a pénzt azt kihagytuk a boltba. Így. Így. Elmegyünk, akkor veszünk még futószalagot.
Aztán igazából a másik terv majd ebből az lesz még, hogy ezeket lehetne bővíteni a nagyobb anyagi haszonnal. Szerint lehetne ugye a magasabb nyomású csővel dolgozni, meg ilyenek. Hova lett az edény a kocsiról? Nem volt nekünk itt egy edény, amiből a pénzünket tartottuk? Az ami lett? Elhagytuk. Csak nem jó helyre raktam. És minden előfordulhat. Hopp, autoszép. Na, kell nekünk akkor egy jobbos. Mi ez a splitter? Ja, ezzel lehet ilyen kanyart csinálni. Jézusom. Mi jobbra fogunk kanyarodni, meg két egyenes kell. Bocsánat. Csup. Pénzes bödön meg ne tessék elhagyni. Amiből lesz itt kiáltósor akkor? Hát a pénzt nem hagytuk el, csak a bödönt. De nem tudom, hogy hol. Mert elméletileg leesni nem tud. Elméletileg. Aztán majd nem tudom, egyszer leki kéne ugrani, kiásni a vizét is. Másik oldalt. Mert az még ugye alapból a mi területünk, és akkor már mindjárt ránézek a térképre, de ugye van egy pár terület, ahol lehetne dolgokat csinálni. Én nem tudom, hogy akarok-e ebben a játékba farmolni. Valahogy számomra azért tök tájidegen. Az lehet, hogy azoknak találták ki, akik már minden irányba kiépítették a rendszert, aztán már mondják. De hova lett? Ott a pénzes bödön, látjátok? Ott lebeg. Nem hagytuk el. Csak ő úgy döntött, hogy nem utazik velünk tovább. Megharagudott biztos. Aha, most le is tolom innét, jó van akkor. Elég, most már van fizikája. Nem mi a, azaz. Itt a boszorkányság, azaz. Ez már csak ilyen. Na, várjál, hon vagyunk? Hova kell egyenes? Ide kell egy egyenes. Na, oda rakd be magad. Köszöntem. Hú, de rohadt jó, mindig be fogok ragadni itt a izétől. De ezt meg én bányáztam ezt a lépcsőt ideig. Úgy, hogy ki tudjak jönni. De majd valamit kitalálunk, hogy azért ez átláthatóbb legyen és használható. Vagy egyszer. Ez nincs oda szögelve, ez baj. De egyelőre lezárjuk. Biztos, ami 100 vagy 4x-5x ráütöttem rossz irányból. Így. Megint beleléptem a darálóba. Most is majd beleugrottam, mindegy, semmi gond, kemény vagyok. Na várjál. Így, na most már jók vagyunk elméletileg. Próbáljuk ki még egyszer. Jön az anyag, hát nem gyors, de legalább lassú. Viszont ezt azzal lehet majd nagyon megpörgetni, hogy ide. Még egy, kettő, három, szerintem még három gépet biztos ide tudok rakni. És akkor innen csinálunk egy ilyen hosszú futószalagot, ami folyamatosan gyűjti majd oda. Az úgy szerintem megfelelő lesz. Igen, arany megy a helyére. Többi cucc meg megy tovább. Zsír, működik ez? Egyetlen egy dologra nem készültem, hogyha véletlenül találunk azt az újfajta
anyagot, azt nem tudom, hogy azzal mi lesz. Az még egyelőre nincs belekalkulálva. De szerintem ebből a helyből ennél sokkal többet nem lehet kihozni. Maximum akkor, hogyha ugye az egész futószalag dolgot ugye nem a földszintre építjük, hanem lentre mondjuk csak bányagépeket, és egy gyűjtő futószalagot, ami viszont egyből összpontosít egy központi válogató rendszerbe, ami viszont nem itt van a föld alatt, hanem mondjuk így csinálunk ide egy ilyen szintet, hogy akkor azok már fönt lennének. Bazony. Az lenne még egy baba dolog. És azt várom, hogy eljusson idáig a dolog. De hát ugye elméletileg már kellett volna, nem? Ja, ott jön a drága kő. Az még vas, de utána a drága kő jön. Csak visszafutószalag engem is. Ja, azt hittem megállt, de nem állt meg, csak úgy csinált. Hopp, ott van a izé, látjátok? Na, az egy olyan anyag, ami plusz. Az baj. Mert ezzel eddig nem számoltam. Ha lesz belőle több, akkor mindenképpen be kell rakni a listára. Már ez egyelőre mondjuk pont nem vészes. Úgy. Itt pedig, ha minden jó megy, ez pont a vödörbe esik. Zsír! Megy a futószalag. Működik a gyártósod. Annyi, hogy egyelőre a gyémántokkal együtt a izé is, ez a kadmium, vagy mi a tököm is oda fog kerülni. Ezek itt hogyan állnak? 19, mindjárt lekotlik a rendszer. Nagyon jó. Jaj, itt már dugulás van a rendszerbe. Uha. Az baj. Aha, hát ez nem a legjobb megoldás volt, de legalább jó szar. Kíváncsi leszek, hogy ez a másik oldalon fog-e majd problémát okozni. Ott lent, mert egyelőre itt nem volt ilyen jellegű problémánk azért. Hopp, ezt is kikaptuk a helyéről. Mit keresett? Volt itt még aranyunk, ne basszál föl. Nem is kicsi. Érdemes volt használni ezt a szart. Ja, ezért van az, hogy néha napján megéri ugye reszetelni az érceket, mert hát megzavarodik, maradjunk annyiba. Tehát, hogy annyi ilyen cuccot kell megjegyezni, hogy megőrül a rendszer. Itt is szerintem ezzel az a baj, hogy amúgy, ha ezek egyszerre ráküldik az anyagot, akkor akad meg. Aztán, hogy itt mennyi lesz a selejt, azt még egyelőre nem tudom. De ez itt elég higgadtan működik. Nagyon fasza. Most ha ez itt megáll, akkor menjünk válogatni. Ércek, vagy izéket, gyémántokat. Már nincs sok nekik hátra, nem ez kell. 7, 6, 5, mindjárt leáll. Azt, amilyen rohadt komoly lett. Innen föntről nézve sokkal jobb, mint lentről. Kígyóba. Megy a dolog.
Igen, lehet belőle szép dolgokat csinálni, tehát láttam az esztétikusabb megvalósításokat is már. De egyelőre mi ennek is örülünk. Hogy... Ezek a vésztartalékok, ezek a cuccok itt. Ha kifutnék a zsetomból, akkor legyen. Most mennyi maradt egyébként? 1500. 1500. Na, azon át leállt. Ez még itt nem. Autosave, meg ja, már megállt, jó. Nulla, nulla. Jó, ezek itt így lekresseltek. Hopp, ez nem az a gomb volt. Így, ez a sor most itt meg is állt akkor szépségesen. Én azt arra emlékszek, hogy itt van-e nekünk üres... Hú, ezt nagyon szar helyet raktam ezt a cuccot. Van nekünk itt üres... Ez így együtt, ennyi? Azt tudom, hát ez jó sokkal van. De jó ez a szomszédság egyébként, nézzétek meg, hogy itt tartom kint az aranyat, meg a nyersosat, meg mindent így izébe. Soha senki nem jut még hozzá. Ezek itt nem lesznek jó helyen, asszony. Ez itt a workshop igazából. Csak mi nem hoztuk tető alá. Az anyájad. Így. Megolvadtál már? Meg. Jó. Most egy nagy 220-as arany. Hozzuk a többit is. Így. Ebben van a... Ah, jó, hát ebben jó kevés volt, nem baj. Úgy. Na, kiönthettem volna egybe is. És 109, jó. Jó méret, jó méret. Szerintem a drága köveinket egyébként frankon hagytam a francba, aztán abban már nincsen most több. Ezt majd meg kell olvasztani. Egy nagyjel. Hasat is szerintem. Így. Rengeteg nyersanyagom van egyébként, hogy elnézem. Tehát, hogy is lesz is még, mert az arany? Hol az arany? Ha itt is ugyanazt csinálja, nézd meg, hogy... Nem akarja az igazságot. De a többi meg már nem problémázik. Itt jön a kérdés, hogy itt találunk-e majd olyan nagy... cuccot. Na figyeljetek, mert ezt kiporítom, ez megőrül. Ratty. A tettük, mint az állat. Hát ez hihetetlen. Jó, hogy ilyen 6 métereseket tudok ugrani néha, nagyon jó ilyen. Hogy? És igazából ezt itt... Nem tudom, hogy ebben mennyi van még. Ahány kulcs van benne? Mindegy. Csak ugye hát én itt ezt manuálisan szoktam. Miért kér tőlünk a csaj egyébként? 75-öset? Vagy az értéke legyen annyi? 15-ös súlyú. Micsoda? Ne üríts meg, várjál, ez Zafir, ugye? Ez mindenképpen kell majd egy kompresszer, mert... Ez egy picit. Mert ezeket össze lehet ám nyomni nagyobbá.
Szép volt, fiam. Találnék véletlenül valami nagyobbat, akkor biztos fasza lenne. Megvan a következő projekt. Kell szerezni egy kompresszert, mert... ez még kisebb. Mondjuk akkor milyen drága köves izé nyakláncokat lehetne csinálni, hogyha ezt mind lekompresszerelnénk. 21. Talán ez a legértékesebb az összes közül. Hát, van meg hogy máshogy, tehát, hogy valamennyi fizikát adtak a játéknak, még ha nem is sokat. Ezt azért mondom, hogy lehet, hogy néhány száz zér így elvisszük, aztán leborítjuk a izére. Bár ha szeretnék kompresszelni, akkor érdemes lenne most elrakni. Meg se nézem, mennyit érnek igazából. A vasakat azt tudom, hogy miért gyűjtögettem. Mert ugye az kell a izéhez. A vasak azok kellenek a gépekhez. Ahhoz, hogy tudja gépet önteni. Jó, hát ezt is be kéne építeni majd a gyártósorba, hogy ezek ne így... ne így buzulódjanak össze, mert ez halálos. És akkor az a durva, hogy tényleg van ez a logikai kapcsolós rendszer, ahol már a villamosságot is bele lehet kötni abba az egészbe. Na, olyat nem fogunk soha csinálni, jót, ezt most megmondom. Jó sokat összefarmoltunk megint. Az a kérdés, hogy egyébként nyersen, így megmunkálva tudom kompresszelni. Amint, hogy nyersen vagy, így nyersen, vagy megmunkálva tudom összenyomni őket. Ez jó kérdés, mi? Lehet, hogy azt még nyersen kellett volna. Na mindegy. Mindegy, nem probléma, mert működik a rendszer, már amennyire. Tehát ő, akkor ez kellemetlen. Hát nem kellemetlen, úgy, hogy el tudod adni, tehát hogy a végtelenségig generálja a cuccot, úgyhogy nem esünk pánikba. Itt annyi, hogy itt jön ez az újfajta anyag, ami egyébként nem baj, csak arra nem voltunk felkészülve. Jó, gyönyörűen dolgozik. Nem gyors, cserébe lassú, viszont sokkal többe került. Igazából azt tudom, hogy miért van ennyi pumpára kötve az egész, lehet, hogy egy rendszerről is működne. Így, megnézzük, hogy ez a távoli gép az meddig megy még. Még elég sokáig. Tíz, ő mindjárt leáll. Az a baj, hogy én az ilyen hülye játékokba bele tudok buzolni, úgyhogy ez a veszély fenyeget. Ugye itt van ez a cucc. Ugye ide... nem mondanád bajnak? Inkább ez, mint a lövöldözős számomra. Inkább. Sutty, oda kiborítjuk.
ez így most egy 6000-et érő aranytömb. Fogalmazzuk úgy, az már nem szar. Három vas, két vas, egy vas. Ez a nyakláncoz kéne valami nagyon fasz a drága kő, az a baj. Na, azt sem tudom, hogy egyébként itt bent mennyit ér az a kő, nyakláncunk, várja. Nézzük. Ebbe találtam valami ilyen fekete izét, ilyen gyémántot. Ez 7000-et ér így. Mondjuk az a tömb arany, az már lassan többet ér így, nem mindig. Gyűrű sem rossz, amúgy. Csak meg kell nézni majd ezt a kompresszeres dolgot, hogy mi a gyász van vele. Még üt. Ugye ez a gép van, azt hiszem, nagyobb teljesítményre kapcsolva, vagy itt lehetne kicserélni. Csak az az igazság, hogy lehet, hogy ezt az egész sort itt meg kéne szüntetni, hogy az menjen inkább, ez legyen inkább használva, meg fejlesztve. Ugye ő most leállt, tehát hogy ennyi volt. Ugye meg kell javítani. Valószínűleg a darálóst is. Mert ezek ugye együtt dolgoznak. Nem, ez csak 50. Az meg 0. Mi a szar? Ja, mert itt 2 van rákötve. Akkor, hogyha többet kötök rá, tehát ha tényleg rákötnék 3-at, 4-et, akkor biztos, hogy az a daráló adná le a kulcsot első körben. Most annyit fogok még csinálni most, hogy ezt így megreparáljuk. Ez elindul. De megnézzük, hogy milyen effekt. Mennyire volt effektív a rendszer. Tehát megpróbálok ide kiönteni egy adag aranyat. Teljesen jó. Ne szórakozz. Hozza az elvártat. Vasból meg még többet. De ez súlyba több lesz valószínűleg, csak... Ugye... Micsoda? Ez a vastömb, ez majdnem... Majdnem annyit ér, mint az az arany. Az durva. Na várjál. Ezt is... Hú, te jó ég. De köszi, hogy sikítottam, mert rájöttem, mennyi idő van, úgyhogy menni kell vacsorázni, meg készülődni. Na igen, ebben azért van anyag. 250 kiló, ez meg 180, vagy nem tudom milyen egység, mindegy 180 a súlya ennek. Az úgy már azért baba. Összeöntök mindent mindennel, aztán majd utána darabolunk, ha muszáj. Így, ez így most akkor összesen 10 000-et ér. Jó, azért van elfekvőbe pénzünk, azért tartjuk itt a szabad levegőt, tudjátok, hogy így. Nagyon, nagyon bízunk itt a szomszédságban. Ne boruljál föl! Mondom, ne boruljál föl! Azért nem. Figyeld, figyeld, figyeld! Úgy, úgy. Jó lesz az. Anyádat. Hol volt ez? Nem is ott volt. Megolvasztjuk ezt a rengeteget is, hát szerintem egy 10-est ez is fog érni. Aztán, hogy meg kell nézni, hogy a bányagépeket mennyiért lehet legyártatni. Hopp. Megolvadt az anyag. Can I get a hoyah? Betegek vagytok. 18 000 a vas! Azt a kurva! Jó, ez már azért anyag. Na még azért is akkor öntsük össze. Ezt a világító követ. Annak nem tudom, hogy egyébként értéke van-e. Annak ilyen energia izéje van valamennyi. Hűha, nem sikerült.
Ja, értem. Elkapott a hét, bocsánat. Monika. Na ez így mennyi? 265, ez jó kevés, de mindegy. Ez úgy működik, ez a világító kő, hogyha ide így bebaszom, akkor ez elkezd ilyen nagyon durván tempóra dolgozni. És akkor ezzel, ameddig ez a kő ott benne tart, addig ugye fejlődik. De igazából csak gyűjtögetem, mert szépen világít. Eleinte, amikor itt laktunk kint a mezőszélén, csak egy ágyam volt, akkor be volt rakva a párnám alá, és világított. És tök jó volt. Egyébként meg egész este van, úgyhogy akár. Ilyen volt a múltkor is, nem? Micsoda. Hogy mindent magamra veszek? Elnézést. Le fog merülni a teló, bassza meg. Na. Viszont. Világító kű. Van világító kövünk, itt szépen ragyog. Most pont nem látszik semmi a gyártósorban, mert így sokáig tart a napnak, mire megvirrad, vagy én kelek korán, nem tudom. Ezt itt még gyorsan megrepaláljuk. Ajaj. Megint potyogott mellé anyag? Megint potyogott mellé anyag. Bassza meg. Az ott egy világítós. Ez itt arany. Az is arany. Az is arany. Nem tudom miért csinálja, azt remélem, hogy itt lenne nem lesz jelentős ez a mellé szóródás. Így van. Jól látod. Remélem kibírja Fizuig, mert jó lenne nem legatyásodni. Úgy gondoltam, hogy izéset dobok be. Ötöset dobok be. Ez végül is 5x4, az 20 erkás. És akkor az úgy tök jó. Na. Jó van. Srácok, szerintem mára ennyi. Nem sokára indulok, úgyhogy még gyorsan vacsora, meg még egyszer lezuhanyzok, mert miért ne. Aztán holnap, nem tudom, szerintem holnap biztos nem leszek, majd legközelebb csütörtökön leszünk ugye itt Pozsonyban. Itt így meg tudom oldani. Már hogyha minőségben megfelelő. Nagyon szépen köszönöm. Neked már kövi az 5. hónap? Kemény vagy. De most te vezetsz egyébként? Nem is néztem. Ja, egyébként az a durva, hogy nem vettem le azért a visszaszámlálót, fogalmam sincs, hogy ez most mit mutat. Na mindegy. Elvileg. Én már nem tudom, már belezavarodtam. Ahol sokan vagytok. Na, srácok, még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg a lehetőséget, hogy velem voltatok. És innen fogjuk majd folytatni valamikor. Az, hogy az átvezető az így azért szar, mert így rohadt nagy leszek csak tőle, de ugye nem látszik mögöttem a játék. Raid. Nézzünk Raidet? Nézzünk Raidet. Nézzük Raidet, hát ha valaki játssza ezt. Hidro. Hello, hoppá. Jó lett volna, ha játssza bárki, de nem. Nem játssza igazából magyar. Viszont Mala játszik. Igaz, hogy a Path of Exile-al, azt nem nagyon vágom. Ha gondoljátok, akkor esetleg őre át tudok izélni. Ja, azt mondom, mala esetleg. Ő még szóba jöhet. Várja, hogy innen tudok? Nem tudok kinyitani azért a rédet. Bazzeg. Nekem mindegy. Mindegy, akkor átnavigálok hozzá, aztán majd eldöntitek, hogy tetszik-e az, amit csinál. Csatorna rédel, és legalább gyűjtjük a rédpontokat. Szerintem nemrég kezdhette ő se. Na. Elindul a számláló. Így. Azért mondom, csütörtökön szerintem találkozunk, utána meg majd otthonról. Srácok, addig is kitartást a héthez is. További jó játékot mindenkinek. Sziasztok!